Tegnap este voltam moziba, és annyira kedvet kaptam a Halálos Iromba 7. része után a Gumifüstöd és a Benzingőzhöz, hogy muszáj volt kilátogatnunk a Tököli Reptérre, a Sebességfesztiválra, úgyhogy itt vagyunk. Benzingőz, gumifüst, csajok, minden ami kell. Reméljük még egy autóba is be tudunk pattanni, ezt megpróbáljuk elintézni. Megnézzük, hogy fogom kibírni a driftelést. Autó van, ahogy látjátok, de ki jöhet ki egy limuzinnal, egy Hummer limuzinnal, mindjárt kiderül, megnézzük. Halló! Oh, nem gondoltam volna, hogy Zambó Krisztián jött ki. Ciao, szia! Nem gondoltam volna, hogy kint vagy. Mi áradban itt? Hát kérlek szépen, mi a barátaimmal először is az én drága haverim szoktak vinni fellépésekre ezzel a kis autóval, de minden évben egyébként, ha tudunk, akkor eljövünk erre a rendezvényre, mert nagyon szeretjük az őrültködéseket, mert hát ez a hang, ez a szag, ez a gumiszag, ez mindennél jobb, úgyhogy itt vagyunk, úgyhogy nagyon élvezzük. Majd. Kis autóval? Hát kis autó, én annak hívom, igen, direkt így, ironikusan. Beállunk a sorba, ugye ezzel, Janika? Lezúzzuk mindenkit, átmegyünk itt a drift autóba. Ez a pörgés, ez az őrület, ez a gumi, ezt még nem próbáltam. Drift vagy gyorsulás? Hát a drift, ez nagyon érdekel engem. Hát mondjuk én már a ringispirtől be tudok, tehát már az nekem már nagyon nehéz, hogyha nekem is beültetnének egy ilyen autóba, hát nem tudom. Azt mondod, kipróbálnád? Én hát ezt azért várjál, ezt gondoljuk át. Ki? Akkor mindjárt meglátjuk a reakciót is, hogy fogsz. Hát figyelj, ha már itt kijöttél és észrevettünk téged ezzel a Verdával, be fogunk ültetni. Okay, jó van, de a barátom nem ülött mellé. Figyelj, csak két személyes, úgyhogy... Jó, akkor próbáljuk ki, adjunk neki. Benne vagyok. Adjunk neki. Lesz ne fél. Komolyan. Jó, oké, nyomjuk neki. Most, hogy már bent ülünk az autótokban, mi változott ez, vagy mit változtatotok ezen, amikor kijött a gyárból? Hát, ez ilyen karbon történet van benne. Hát itt azért sok minden változott, de hát azért nem nagyon kell azért a Hummerhez hozzányúlni, úgy gondolom, hogy hát az eleve ez így jött ki a futószalagon, azért túlságosan, de hát az én barátom Janika azért unatkozott nagyon, és úgy gondolta, hogy egy kicsikét hozzátesz. Saját kézzel csinálta, testvér? Nem. Pécsen csinálták. Mi lett rajta változtatva? Hát bőrözve, karbonozva lett, meg végül is a zene lett beletéve. Elég gyönyörű egyébként, mekkora motor van ebben? 6000 V8. Ráléphetek? Persze. Úristen, mennyit zabál ez? Hát 14-től 50-ig. Ezt nem publikáltam. Igen. Tehát ezzel jártok turnézni egyébként? Hát néha napján, néha becsúszik egy ilyen, de azért nagyképű lenne, hogyha így megállnánk azért egy belépésen, mert akkor nem kapnék annyi gázsit. Brutálisan néz ki egyébként, belül is nagyon komoly. Figyelj, ne untassuk a szót, kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény egy drift autóról. Hát erre én is kíváncsi vagyok egyébként, de úgy belülről még nem próbáltam, de ahogy elnézem, most nem tudom, hogy ezek őrültek, vagy versenyeznek. Mind a kettő, egy őrült versenyzők. Támogatni foglak, imádkozni fogok érted közben, ne. Jó? Jó. Ennyire ne félj. Jó, hát az igazság, hogy igen, én művész lélek vagyok, és az ilyen agressziótól én tudok félni is. Azért hoztam az én kis barátaimat magammal, hogy semmi baj ne történjen itt a drift autóban. Ne sért, hogy... Ha netán felborulunk, akkor ők is fel fogják borítani nekem az autót, ez biztos. Ugye, ha elsírod magad, énekeld el a bukott diákot. Hát biztos! Nem bírom el! Na menjünk! Lehetünk! A drift olyan autósport, ahol nem az idő és a sebesség számít, hanem a stílus és a kanyar technika. A drift lényege, hogy az autó hátulját a túlkormányzottságból fakadó kitörésekor a kanyarban csúszásban kell tartani, anélkül, hogy az autó megtapadjon vagy megpördüljön. Ahhoz, hogy a csúszást minél tovább fenntartsuk, tökéletes kormányzásra és gázpedál kezelésre van szükség. A drift Japánból indult a 60-as években, ahol a fiatalok az illegális hegyi versenyeiken kezdték a kanyarokban való csúszkálást autóikkal. Magyarországon hivatalosan a 2005-ben alakult Drift Szövetség létrejötte óta jegyzik a sportágat. A drift sport lényege, hogy az autó folyamatosan sodródjon teljes kontroll alatt. Persze emellett más is fontos. Lényeges a sebesség, hogy a kocsi minél nagyobb szögben csúszson keresztbe, és minél közelebb legyen az előre kijelölt pontokhoz, de ne érje el azokat.
A nagy fordulatszámon üvöltő motor és a hatalmas gumifüst mögött van egy pilóta, aki mindezt kordában tartja. A nagy sebességgel csúszó autó centiméternyi pontossággal halad az általa kijelölt íven. Lényeges a precizitás és a folyamatos koncentráció. A motorsportban mindig is lényeges szerepet kapnak az abroncsok és a tapadás. A driftben a csúsztatás ellenére is lényeges a tapadás, mert az irányíthatóság és a pontosság csak jó tapadás mellett kivitelezhető. Ahhoz pedig, hogy az előre csúsztatás a nagy tapadás mellett nagy sebességgel párosuljon, elengedhetetlen az autó minél nagyobb teljesítménye. A profi drift kategóriában motorok teljesítménye általában 500-600 lóerő környékén mozog, ez az erő válik sűrű füsté a kerekek alatt. Az íven tartás feltétele a hátsó kerekek csúszásának egyensúlyba tartása, az első kerekek kormányzásával és a gázpedál pontos kezelésével. A drift tehát kifejezetten a hátsó kerék meghajtású autók és azok pilótáinak művészete. Művészet. Igen. Egy 160 km per órával keresztbe csúszó, 600 lóerős autót teljes kontroll alatt tartani művészet. Persze, ha ezt valaki csak a vak szerencsében bízva egy parkolóban próbálgatja, az még nem az. De minden így kezdődött. Előállt. Ahogy látjátok, Attila fogja vinni Krisztiánt pár körre. Hogy tetszik a mai program? Egyelőre úgy néz ki, hogy az autó kezd összeállni. Össze kell még szoknom vele, mert ugye most került bele a turbó, tegnap hajnal 2-ig programoztuk. Meg kell szokni, de jó lesz. A jót könnyű megszokni. Várod a holnapi versenyt? Mindenképpen igen, várom nagyon, hogy sikerül alakítani. Mesélj az autódról egy picit, milyen paraméterekkel rendelkezik? Ez egy E46 M3 BMW, amire felkerült egy turbó, amivel nagyságrendileg hát ilyen 5-600 lóerőt tud most körülbelül teljesíteni. A terv az ilyen 700 lóerő fölött lesz, meglátjuk, de ez az 5-600 lóerő is bőven elegendő. Ahogy láttam, több embert is szoktál vinni a rendezvényeken. Hogy bírják? Szeretik általában. Most nem tudom, ilyet mondhatok-e majd, ha nem, akkor kivágjátok. Sok lánya a végén sikítva mondja, ez jobb, mint a szex. No, a Verda előállt, félsz? Most az előbb ellenőriztem le, a kerekeket is lecseréltem, úgyhogy nem lesz semmi baj, ne aggódj, jó? Megnyugodtam így akkor. Figyelj, tudsz valami pár tanácsot adni Krisztiánnak, hogy mondjuk hova nézzen kanyarokba, vagy valami, hogy nem hányja el magát? Legjobb arra nézni, amerre megyünk, kilincsel előre, ami ugye a szlogen. Amúgy kapaszkodik a biztonságőrbe, és sikítson. Az nagyon megy. Az édesapámtól tanultam 4 oktáv. Egy kicsit aggódom, de nem lesz baj, ugye? Nem lesz baj, még nem halt meg senki. Nem, jó, de megsérül se. Miért hibábadsz engem? Igen. Akkor lőjön. Tetszett. Hát kérlek szépen, pályát tévesztettem. Nem, egyébként végig aludtam, nem tudom, hogy láttátok-e. Ennyire nem lehetett, Uncsi. Nagyon-nagyon jó volt, én nagyon-nagyon élveztem. Figyelj, komolyan mondom, elkezdtem gondolkozni azzal, csak szponzort kell keresek hozzá, hogy egy ilyen autót összerakni. És hogy tudod, a kis kertemben otthon ott játszok vele. Nem, viccen kívül szerintem bármelyik férfinak tudom ajánlani, aki mondjuk szakította, mondjuk én kvázi pont szakítottam a kedvesemmel, és ez nagyon jól levezet. Ez tényleg én át a szexnél is jobb, basszus. Ez nagyon király volt. Én nagyon élveztem, én nagyon tetszett nekem. Volt egy akciónk is bent, nem tudom, hogy láttátok-e, kicsúsztunk, és jött velünk szembe egy másik emberke, ott szóltam, hogy majdnem kiszálltam, hogy leütöm, komolyan. Tudom, hogy a városban valaki neked akar menni, és esküszöm, nagyon király volt. Nagyon örülök neki, hogy tetszett. Mivel tevékenykedsz mostanában? Hát kérlek szépen,
elkezdtem egy kicsit foglalkozni a kulturális dolgokkal, az úgy néz ki, hogy van egy ilyen alapítványunk, hogy romák, magyarok közötti barátság és kultúrát próbáljuk össze. Tehát kézfogás romák és magyarok között, és ez egy alapítvány, amivel most foglalkozunk. Nagyon szeretném ezt a két kultúrát összehozni. Úgyhogy most ezzel tevénkedek a barátaimmal, a társaimmal. Nem, persze járok fellépegetni. Meg szeretem a nőket nagyon! Egyelőre többet is, aztán majd szeretnék egyet. Nagyon örültem, hogy összefutottunk. Sok sikert neked. Aztán remélem, hogy... Jó, legközelebb is hívja, ez nagyon tetszett. Ez nekem imádom. Ez egy ilyenbe betettél, az nagyon király volt. Kíváncsiak, mit találnál nekem ki legközelebb is. Ma meglátjuk. Örültem neked, aztán jó szórakozást nektek még. A Tom Racing a legkirályabb. Imádom őket. Yes. Yeah, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Yeah, let's yeah. just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, yeah. just move with the groove. Let's no go. Funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe yeah. with it, yeah. vibe yeah. with it. Unleash the verbal blessing, cold and sick with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, I spit the lesson. You'll find this rhyme, stay pure, without questions. Tele van hostesszel és csajokkal az egész rendezvény, viszont nem tudtam elmenni ez emellett a lány mellett, ugyanis nem hosteszkedik, nem is karszalagot árul, hanem szerel, szervizel. Kérdezzük meg, hogy mit csinál pontosan, mert nagyon, nagyon kíváncsivá tett. Szia! Mit csinálsz a rendezvényen? Mert nem tudtam elmenni melletted, egyszerűen azért, mert nem is hostesskedsz, nem is karszalagot árulsz. Tényleg, mit csinálsz? Én a Tápai Attilának segítek, már harmadik éve járok ki vele, és mindig segítek neki, elviszem a felniket, átgumiztatom, felfújom őket, megnézem, mennyi benne a nyomás, és utána visszahozom, és a fiúk felrakják az autóra, mert ez nekem még egy kicsit nehézkes. De ezt is tanultad egyébként, vagy... Nem, én egyetemre járok és kommunikációt tanulok. Én csak azért járok ide, mert én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és én itt csak az élményt kapom, tehát Attiláik mindig hoznak magukkal, úgyhogy mi így már kis csapat vagyunk. Barátod? Szereti az autósportot, motorsportot? Milyen barátom? Csajok, rock and roll, én csak azt tudom mondani, legyen ő a példaképetek. Jó. Believe that the whole reason we live it, but they don't get it, they like it's not right, is it? Versenyzőkről versenyzőkre haladunk, itt találkoztunk Víg Csabával is. Hogy tetszik a rendezvény? A rendezvényen egyelőre meg vagyok elégedve, a pálya egy kicsit technikás, vannak benne lassabb szakaszok, vannak benne gyorsabb szakaszok, visszafordító kanyarok, egyelőre még szokom az autót is, van egy-két átalakítás, úgyhogy szerintem megküzdök vele. Melyik kategóriában indulsz? Én idén is a semi-pro kategóriába indulok, tavaly évben kezdtem először, ugyanebben indultam, akkorát nem tudtam fejleszteni az autón, hogy fellépjek a pro kategóriába. Mit jelent, milyen autóval mész? Ez egy E30-as BMW 4000 V8-as motorral, és most kapott új lengőkarokat, a motoron is lett fejlesztve egy kevés, le lett könnyítve, amennyire tudtuk, így nyertünk egy pár lóerővel többet, súlylóerő arány. Hogyan néz ki a csapatod? A barátnőm meg én. Igen, ezt hallottam egyébként. Nagyon furcsálom is, hogy egyre több helyen járunk, és egyre több női versenyzőt, illetve szerelőt is látunk. Mit gondolsz, hogy szerinted át fogják venni később a terepet a csajok? Én azt mondom, hogy ez egy nagyon felfelé fejlődő sportág, ami nagyon sok embert vonz, nagyon sok lányzót vonz, nagyon tetszik mindenkinek, elég vadak az autók, elég vadul is kezelik az autókat, úgyhogy szerintem ezt az, hogy egy helyről belátni az egész pályát, nagyon sok embert vonz, emiatt nagyon sok lányt is, és meg ugyan amiért tetszik is nekik, ezért nagyon sok mindenki úgy van vele, hogy belefog ebbe is, hogy mondjuk egy kis kerékcsere, egy kis kerékhúzás, gumizás, ezek nem annyira ördöngős feladatok, amiket mondjuk egy lány nem tudna megoldani. Elég lelkesek ezek szerint. Így van, pontosan. Hát Kitti, hallottam, hogy ketten vagy a pároddal a csapatba. Mennyire értesz az autókhoz? Hát az autókhoz nem nagyon értek. Tavaly óta versenyzünk, és maximum a kerékcserét azt bevállalom, de műszakilag egyáltalán nem vagyok a toppon. Hogy jött neked ez, hogy ezt csináld? Hát úgy, hogy egyébként nem jártam se rallira, se driftre, semmire, és akkor a párommal, ahogy 2 éve összejöttünk, hallottam, hogy ő driftel, és akkor elmentem vele, aztán megtetszett, megengedett ezt, azt megmutatta, hogy kell lecserélni egy kereket, és akkor így megy is a dolog, és szívesen segítek neki, mert ketten vagyunk. De már csak ez is, hogy összemered koszolni magad, és tényleg ilyennel foglalkozol,
gratulálj és folytasd, én azt mondom neked. Köszönöm szépen, igyekszünk. Egyébként meg én úgy gondolom, hogy a lányok sincsenek cukorból, úgyhogy egész nyugodtan lehet jönni, driftelni, szétnézni, meg ha valaki belefog, akkor sok sikert neki, mert egy nagyon jó sport. Most még a kezembe tartom, viszont lassan bele fogok pattanni. Nem láttam Krisztiánt, hogy viselkedett belülről, viszont arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy én hogy fogom bírni. Mindjárt meglátjuk, hogy miről is szól igazából ez a driftelés. Esély, milyen volt? Óriási élmény volt, egyszerűen olyan gyorsan történik minden, hogy egyszerűen fel se tudod dolgozni. Kanyarváltások olyan gyorsan történnek. Brutál érzés. Elszállt a gumink, mindjárt visszamegyünk pár körre. Úgyhogy ki fog derülni, hogy még mennyi ideig fogom bírni. Kemény, nagyon kemény. Tudnál csinálni? Tudnám csinálni, ez hódzijár. De tényleg, a gumifüst miatt meggondolnám, de amúgy biztos. Radírt is elkaptuk a rendezvényen. Radír, most ültem Attila mellett, brutál volt, viszont nem láttalak a pályán. Mi van veled? Sajnos egy elháríthatatlan problémát ütközött a csapatunk. A legnagyobb problémát abban látom, hogy akaratunk ellenére is az utolsó pillanat után lettünk kész. Konkrétan majdnem, hogy 2 napja a csapat fenn van, és minden problémát elhárított a kocsiba. Mindent úgy csináltunk, hogy működőképes legyen a mai napra. Viszont késve érkeztünk ki a rendezvényre, és itt konstatáltuk, hogy a zajszint elvárásoknak nem felel meg a gépkocsink kipufogó zajszintje, így a vártnál hangosabb a gépkocsi. Ezt nem tudtuk sajnos korábban kontrollálni, amikor elháríthattuk volna. Most a csapat természetesen minden megragad azért, hogy egy pár decibellel visszahúzzuk ezt a zajszintet, hogy a zajkorlátba beleférjünk. Az első próbamérésen kiestünk, a második próbamérésen már beljebb voltunk a határ közelében, és jelen pillanatban is a csapat szerelője a gépkocsi alatt fekszik és próbálja elhárítani. Az idővel harcolunk, van konkrétan egy olyan 25 percünk, hogy ezt véghez vigyük, még egy mérés életünk van, nem adjuk fel, küzdünk, és lesz, ami lesz, de ha sikerül, akkor viszont a pályán kijön minden ideg belőlem, az biztos. Azt elhiszem, nem is vagy olyan nyűgös, de ezt hogy éled meg? Nagyon nehezen élem meg, viszont a csapatfőnökön megtanított elengedni, és ez nagyon nagy segítség volt, mert valójában rájövök arra, hogyha idegesen és küzdködve itt az akadályokkal stresszesen élem meg mindezt, akkor sem változik ez a helyzet. Viszont, hogyha elengedem és könnyedebben a megoldásra összpontosítok, lehet, hogy eszembe jut egy olyan megoldási javaslat, ami előre viszi ezt a helyzetet. Mit jelent az, hogy hangos a kipufogód? Ez decibelben mérve, ez körülbelül mit jelent? 100 decibel alatt kell, hogy legyen a gépkocsinak a kipufogó szintje. Az én gépkocsimnak az első mérésen 107-108 decibel volt, 1 méter távolságból. 2 méter távolságból már belefértem a zajküszöbbe. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy úgy néz ki, hogy elkészült a második finomítás, és ezzel a pillanatban elköszönök, mert megyünk a mérésre, hát ha tudok még versenyezni. Szurkolunk neked, Radír! Köszönöm szépen! Ebben már folyik a kvalifikáció, ahol már Radír is tud indulni, szerencsére. Viszont el kell áruljam nektek még egyszer, hogy brutális élmény volt bennülni az autóba. Hogyha annyira nem is fizikailag, de szellemileg nagyon megterhelő, mert annyira gyorsak ezek a kanyar áttételek, hogy azt tudod, hogy hol vagy. Viszont fizikailag is megterhel persze, annyira meleg van benne az autóba, hogy nem bírni egyszerűen. A motornak a melegét, a kipufogó melegét mind fújja rád a ventilátor. Elég kemény dolguk van a versenyzőknek. De viszont ajánlom nektek, hogy egyszer mindenképpen próbáljátok ki, mert brutál nagy élmény. Annyiszor hallottuk már azt, hogy gumicsere, illetve kerékcsere, hogy megálltunk itt a srácoknál, akik ezt végzik. Körülbelül egy nap hányan jönnek ide hozzátok? Elég sokan, rengetegen jönnek.
körülbelül ilyen 60-70-en jönnek hozzánk, és rengeteg gumit szerelünk ilyenkor át. Ugye a versenyzésnek egyik legfontosabb része szerintem a gumizás. Látom, hogy elviszitek a gumikat folyamatosan utánfutóval, körülbelül mennyi fér fel rá? 250-300 darab minimum ráfér, és naponta 6-7-szer megfordul azért. Mi a menete egy gumicserének? Hát a menete, mint látjátok, a gumikat le kell nyomkodni, hogy be tudjuk akasztani a gépbe. Vannak olyan felnyeink, amik fordított szerelésűek, tehát pofával lefelé kell gumizni. A kolléga beállítja, hogy ne sérüljön a perem, beállítja a kart, majd pajszer, amit látjátok, szépen behúzza, majd kolléga egy határozott lazon mozdulattal bedobja hátra a télerre, vagy esetünkben elviszik a megfelelő alanyok, a versenyzők, mert valami gumit újra használják majd edzésekre, esetenként előre rakják, attól függ, hogy mi lesz a kapadása. Kolléga alaposan beszappanozza speciális szappannal a gumiabroncsot, hogy jobban rácsúszom. Van olyan ember, aki új gumit használ, a magyarok többsége általában használt gumival foglalkozik, mert a pénz beszél, többit mindenki ismeri, és igazából kolléga ilyesen ráhúzta, és készen van. A kedves úriember felfújja magának a megfelelő guminyomásra, és mehet fel az autóra. Itt látjátok, a kolléga felfújja magának, de mindenki magának állítja be a levegőnyomást, hogy ne legyen a később ebből probléma, és így ez is egyszerűsít a mi munkánkat. Esetleg, hogyha a gumi elfogy egy versenyző csapatnál, akkor ti ezt tudjátok biztosítani? Sajnos nem, mert rengeteg gumit kéne azt kihozni, rengeteg méretetét, típust. Előzetes beszélgetés alapján tudunk kihozni. Hát, hogyha ha van rá igény, és nagyon sokan tudják a telefonszámunkat, ha van rá igény, akkor tudunk kihozni megfelelő gumiabroncsot a megfelelő rendezvényhez. Április 12, azaz második napja vagyunk innen a Sebességfesztiválon. Míg tegnap szabad edzés, illetve kvalifikáció volt, ma már kvalifikációs verseny, ez folyik a háttérben. Elkaptuk Radírt, aki ma már indulni tud a versenyen. Mesélj nekünk, hogy haladsz? Megint csak problémák soráig találkoztunk, de úgy néz ki, a csapat mindent el tud hárítani. Most végtem boldogsággal és kisimult arccal tudok itt állni és nézni a többieket, mert túl vagyok a kvalifikáción. A mai nap tudtam összesen 5 kört autózni a pályán. Ennyi állt a rendelkezésemre, hogy megtanuljam, elsajátítsam, hogy mit kell csinálni. Viszont az autó hibátlanul működik, egy kis erő hiányzik, túl sok a tapadásunk és sorolhatnám problémákat, de úgy érzem, hogy nekem kell helytálljak. És viszont pozitívan zárom, bármilyen eredmény is történik, mert boldog vagyok, jól érzem magam az autóba, és összeálltanak, aminek kellett. Sok ezer parkoló autó közül megkeressük a legszebbet, ez adásunk vége előtt, ki is fog derülni, hogy melyik is lesz az. Meg is találtuk a legszebb Verdát, amiről a tulajdonosa fog nekünk pár szót adni. Ez nem más, mint egy Trabi. Szia Balázs! Te vagy a tulajdonos, ha jól tudom. Igen, szia. Szia, Fehér Balázs vagyok, Go Trabigo Kft-től jöttem. És hát mi itt vagyunk halászterken, nekünk egy hatalmas, tehát mi sok autóval foglalkozunk, főleg Trabikkal, csak Trabikkal. Van összesen, hát nem tudom, 30-35 működőképes Trabantunk van. Ami azt jelenti, hogy mi ezeket bérbe adjuk. Tehát úgy adjuk bérbe, hogy jönnek külföldi vendégeink, csoportok, és akkor mondjuk fölmegyünk Budapestre, ott hozzánk jönnek a vendégek, odaadjuk nekik a kocsit, megtanítjuk őket vezetni, kapnak útvonaltervet, és akkor ők szépen bejárják vele, teszem az Budapestet, hogy bárhol az egész országban tudunk lenni, igazából, hogy bárhol elmegyünk, ahol megtanítjuk őket. Olyan embereket vártok általában, akik tudnak vezetni, vagy meg is tanítjátok őket? Is. Tehát vannak akik idősebbek, és nekik volt kocsiuk, volt rabiuk, tehát hogy tudják, hogy mi hogy történik, de amúgy vannak olyan fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akkor őket ott meg kell tanítani, de hát nem egy nagy ördöngőség. Tehát úgy igazából minden ugyanaz, mint a normális autóban, kivéve a váltót, amit kormány fölött van. És hát igazából, tehát az se nehéz. Tehát szerintem még jobb is, mint a rendes botváltós autó. Én szerintem, de ez egy saját véleményem. Boldogulnak vele? Boldogulnak, abszolút boldogulnak, persze. Csajok, szeretik egyébként a Trabikat? Imádják, élnek, halnak érte. Én a taxival közlekedek mostanában, és hát nem akarok csúnyán beszélni, de mágnes, igen, szóval.
Szóval van benne vonzó erő. Fantasztikusan éreztük magunkat a Sebességfesztiválon. A képernyőkön keresztül nektek is kedvetek támadt egy ilyen rendezvényhez. Meg fogjátok találni Facebook oldalunkon a időpontokat. facebook.com/versenyzők. Viszont mi adásunk végéhez érkeztünk. A versenyzők 21. adását láttátok. Tartsatok velünk legközelebb is. A műsor szakmai támogatója a Tom Racing Motorsport Team. A műsor támogatója a Supersport Autók tesztvezetés szervezője, a vezest.hu.